kérlek, hogy foglaljatok helyet. És szeretnék az egyházzal kapcsolatos igazságokat megosztani veletek. Lapozzunk a Máté 16, tehát most arról szeretnék beszélni, hogy az igazi egyházat hogyan lehet megismerni, milyen ismérvei vannak az igazi egyháznak. Ugye sok egyház van, sokféle felekezet van, és mondják, sokszor mondják az emberek, hogy miért van szükség ennyi felekezetre, miért nem elég kevesebb is, miért kell, hogy ennyi legyen, és egyáltalán, ha ennyi felekezet van, akkor kinek van igaza? Hát a Bibliának van igaza. Ahogy mi attól vagyunk teljes evangéliumi keresztények, tehát a hídgyülekezete azért teljes evangéliumi is, mert az teljes Bibliát fogadjuk el, hogy amit a Biblia mond, azt fogadjuk el igaznak, és nem a tradíciók érdekelnek bennünket, mert egyetlen egy embert sem a tradíciója által kapta az üdvösséget, az örök életet, hanem Isten igényén keresztül, Jézus Krisztuson keresztül kapják meg az emberek az üdvösséget, és nincs egyetlen egy olyan felekezet sem, és nincs egyetlen egy olyan ember sem, aki üdvösséget tudna adni, és üdvösséget tudna biztosítani az embereknek, hanem egyedül Jézus Krisztus, ez a személy, aki ezt meg tudja tenni. Jézus Krisztus az a jó pásztor, akire a juhok, akikre kell, hogy figyeljenek, és azokra az embereket is figyelni kell, akiket az Úr küldött az emberek életébe. De Jézus Krisztuson kívül nincs üdvösség. Azt tudom, hogy sok vallás van, de a Biblia határozottan állítja, hogy egyedül ezen a földön, a nap alatt az embereknek nem adatott más név, amely által kellene üdvözülniük, hanem egyedül és kizárólag a názáreti Jézus Krisztus neve által kapják az emberek az üdvösséget. Se Buddha, se Mohamed, se más vallás alapítón keresztül nem kap az ember üdvösséget, és nincs más olyan könyv sem, mint a Biblia, nincsen más olyan vallási könyv, amely annyi proféciát, több ezer proféciát tartalmaz, és már most meg lehet nézni a hitelességét a Bibliának, és te rögt meg tudod határozni, ha elolvasod a Bibliát, akkor rájössz arra, hogy olyan sok jóslat, proféciát tartalmaz a Biblia, hogy az kizárt dolog, hogy véletlenül ilyen sok száz, ennyi több száz profécia megvalósuljon, és hisszük azt, hogy ami még nem, tehát ami a jövőre vonatkozik, ami még nem valósult meg, az meg fog valósulni a jövőben. Én nem látok más, a Nostradamuson kívül, de ugye az nem vallás, de más vallást, ahol ilyen proféciákat tartalmazna, több száz proféciát tartalmazna a szent könyvük, egyedül a Biblia ez, és pontosan ezért mondta Isten Ézsaiásnak, hogy próbáljatok meg engem, én vagyok csak egyedül, aki a jövőt meg tudom jeleníteni nektek, és ezért direkt Isten a jövőre vonatkoztatva mondott proféciákat több száz és több ezer évvel a megtörténésük előtt precízen hangzottak el azok a proféciák, és meg is valósultak, annyira, hogy az ateista emberek nem tudják feldolgozni a mai napig sem, és nem tudnak ellenérveket sem kitalálni materialista, ateista emberek ezekkel kapcsolatban. Maximum azt tudják mondani, hogy utólag toldották bele.
De ugye átírták a Bibliát, ugye ezt mondják, semmi bizonyítékuk nincs rá, de ugye azért mondanak, én amikor valaki mondta nekem, a főnököm a munkáján mondta ezt, hogy beleírtak a Bibliába, mondom, mutasd ki. Én meg tudom neked bizonyítani, hogy nem nyúltak hozzá a Bibliához, ugyanis több tízezer példány maradt meg belőle, részletekben vagy teljes egészében, és egyértelműen ki lehetne mutatni, és van annyi régészeti lelet, és annyi írás, töredék, részlet, hogy bármelyik ember bele tudnak kötni, és azt mondja, hogy ez nincs benne a Bibliában. De barátom, hogy minden benne van. Az Ószövetség, ugye pont ez a holtengeri tekercsek, ezt bizonyítják be, hogy ugye az Ószövetséget Krisztus előtt 300-400-ba körülbelül kanonizálták, tehát ez azt jelenti, hogy elfogadták a maga teljességében, hogy mi olvasunk Ószövetséget, és kiderült a holtengeri tekercsek, amiket ugye 40-es években találtak meg, kiderült, hogy ugyanazt tartalmazza szavaktól kezdve, tehát ugyanaz van benne, tehát senki nem tett hozzá semmit, egyetlen egy felekezet, egyetlen egy zsinat, nem változtatta meg a Bibliát, mert egyből belekötöttek volna, hogyha változtattak volna, mert egyértelmű, hogy annyi fajta tehát írás maradt fönn. Tehát a Biblia az, aminek mondja magát, és a Bibliát el lehet fogadni. A Bibliát, tehát a proféciák alapján, ugye csak nem akartam belemenni, csak egyet hadd mondjak, ugye például Dávid leírja azt, hogy a messiást a barátja fogja elárulni, át fogják szegezni a kezét, lábát, pedig akkor nem volt ismert ez a, tehát a keresztre feszítésnek, ugye a rómaiak hozták be, ezt teljesen általánosították, és mégis precízen meghatározta. Ugye ne is beszéljünk Dánielről, aki még az idejét is megmondta, hogy mikor fog fellépni a messiás, és tényleg akkor lépett föl, ezért volt egy nagy messiás várás Jézus születése idejében. És ettől bolondult meg Heródes, és ezért történt a betlehemi gyerekgyilkosság. Tehát ezzel csak azt akartam, csak egy példával, ez a több száz proféciából csak most kettőt mondtam el nektek, ami több száz évvel azelőtt hangzott el, hogy a proféciának a tárgya és alanya megjelent volna a Földön. Tehát a Biblia az hiteles, az teljesen ráteheted az életedet, és változni is fog az életed, hogyha a Biblia szerint alakítod ki az életviteledet. Ez a könyv, ez az életnek a felhasználó könyve, Istennek a garancia papírja az emberi élettel kapcsolatban. Ha te így hajlandó vagy élni az életedet, akkor Isten garanciát vállal az életedre, javításokat fog véghez vinni az életedbe, szabadulásokat, gyógyulásokat, azért, mert a könyv szerint, a felhasználói kézikönyv szerint éled az életedet. Ha nem vagy hajlandó ezt szerint élni, akkor Isten azt fogja mondani, hogy nem rendeltetésszerűen használtad az életet, ezért ő nem tud segíteni, mert ezt magadnak kell a kárt elkönyvelned. De ha azt látja, hogy te neki oda teszed az életedet, hogy ez szerint a könyv szerint éled az életedet, akkor ő rögtön elkezd garanciát vállalni azért. Jó? Örülsz neki? Szerintem ez óriási dolog. Ezért jó az, hogy vannak gyógyulások, vannak szabadulások, kenettel töltekeznek be az emberek. Anyagi adósságeltörlő kenett is munkálkodik az emberek életébe. Pontos Budapesten valaki megállított, hogy szeretné megszerezni az adósságeltörlő kenetet, mert azt mondja, egyik ismerőse akkora nagy áldás érte, hogy rendezni tudta a dolgokat, meg ilyenek, tehát a adósságait tudta rendezni, meg minden ilyesmi. És akkor mondanak, hát mi nem küld legalább el valami e-mailt, hogy legalább tudjunk róla, hogy működik az egész. Tehát, hogy senki nem mond semmit. De hát otthon Elizeushoz is visszamentek az emberek elmondani, hogy az özvegy elmondta, hogy mi történt. De sok keresztény nem hajlandó elmondani a jó bizonyságát. És ezért tehát az emberek élik az életüket, és nem hallják, hogy tehát ez a jó bizonyság, az ugye lelkeket szabadít meg, illetve hitet ébreszt az emberekbe, hogy igenis van értelme, és működik ez az egész. Ezért én szeretek bizonyságokat hallgatni, és, tehát hogy visszajelzéseket, hogy működik az embereknek az életében. Ezért szeretem azt, hogy hallottam azt, hogy már rögtön másnap munka lett,
mondom, van Kenneth akkor, ez azt jelenti. Milyen jó az Úr, nem? Tehát ez engem is megerősíti, akkor mégis csak van Kenneth rajtam. Tehát ez még nekem is meg kell, hogy erősítsem. De hát majd Isten dönti el, hogy van-e Kenneth, vagy nincs, nem akarom itt, érted itt, hogy most van Kenneth, vagy kit érdekel, az a lényeg, hogy menjenek előre a dolgok. Most ebből a szempontból mondom. Na tehát Máté 16, igazi egyház ismérvei. Máté 16, 13. verszak. Tehát ez azt mutatja itt ki, hogy nem lehet természetes szinten beleszületni az egyházba. Tudjátok, sok ember mondja, hogy mondjuk, tudod, ismered Istent? Megkérdezett tőle? Hát persze, katolikus vagyok. Vagy református vagyok. Evangélikus vagyok. De és jársz Isten tiszteletre? Hát nem. De attól katolikus. Vagy egyik mondtam felekezeteket, tehát hogy valamelyik felekezetnek a tagja. De hogy? Igazából nem aktívan, hanem beleszületett. De tudjátok, van egy nagy kijelentés, és Isten emberei sokszor elmondták ezt a kijelentést az embereknek, hogy tudjátok, Istennek csak fiai vannak, unokái nincsenek. Tehát neked a gyereked is, neki is újjá kell születni, hogy Isten gyermeke legyen, mert olyan nincs, hogy a mi gyerekeink azok Istennek az unokái. Nincsenek unokák. Csak fiak és lányok, tehát a Isten gyermekei. És itt pont erről beszél Jézus, amikor megkérdezik, azt mondja 13. verszak, mikor pedig Jézus Cézárea a Filippi környékére ment, megkérdezte a tanítványait, mondván, engemet, embernek fiát, kinek mondanak az emberek? Ők pedig mondták, némelyek keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a proféták közül. Mondta pedig nekik, ti pedig kinek mondtok engem? 16. verszak, Simon Péter pedig felelvén mondta, te vagy a Messiás, a Krisztus, az élő Istennek fia. És felelvén Jézus mondta neki, boldog vagy, Jónának, Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg neked, hanem az én mennyei atyám. De én is mondom neked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem föl az egyházamat, az anya szent egyházamat, a pokol kapui sem vesznek diadalmat rajta, neked adom a mennyek országának a kulcsát, és amit megkötsz a földön, a mennybe is kötve lesz, és amit megoldasz a földön, a mennyben is oldva lesz. Amen. Azért mosolyodtam csak el, mert az eredeti héberben nagyon jól, ugye Jézus héberül beszélt, és nagyon jól kijön az, amikor mondja Péternek, hogy te Simon vagy, Jónának a fia. Tudjátok, a Jóna az galambot jelent. És Jézus, amikor megkeresztelkedett a Jordánba, akkor galamb formába szállt le a Szent Szellem. És pontosan ezzel egy utalást tett arra, hogy te a galambnak a fia vagy, a Szent Szellem sugalta ezt neked, ezért mondta, hogy Istentől van egy kijelentés benned, és ezért mondta, hogy te Simon, Jónának a fia vagy, vagy a galambnak a fia vagy, mert ezt a kijelentést nem tudtad volna természetes szinten megkapni, megszerezni, logikusan kikövetkeztetni, hanem csak ez a galamb, aki rászáll, hogy te is a galamb fiánál állsz, akkor kapsz kijelentéseket az Úrtól. És ez a lényege a keresztény életnek, ez a lényege az újjászületésnek, hogy mindannyian galambfiak legyünk. Mindannyiunkra ez a galamb, aki Jézus Krisztusra leszállt, az ránk is szálljon le. Rajtunk is nyugodjon meg. És akkor, érted, és Jézus kérdezte tőle, és te kinek, ki vagyok én? Te szerinted, én ki vagyok?
És mondja Péter, hát Jézus, te teljesen ki vagy. És gondold el, hogy Péter csak egy ott látott egy embert, egy húsvér embert. Ő honnan tudná, hogy Isten fia az az ember? Érted? Valami belül kell, hogy elinduljon benned. Hogy meglásd, hogy ez az Úrtól, tehát hogy ez neked előmeneteled, vagy nem. Most én itt kiállok. És te honnan tudod, hogy én ki vagyok? De valakinek meg kell, hogy győzzön tégedet, hogy ha engem látsz, az én hangomat hallod, akkor is emögött van egy természet fölötti valóság. És ha van szellemed, és Isten ad kegyelmet a szellemedre, és megnyitja a szellemedet, akkor tudni fogod, hogy ezen az emberen keresztül Isten szól. Ha nem, akkor te csak azt látod, hogy valakit járkál, beszél, mond dolgokat, és kész, ennyi. Értitek? Tehát, hogy a galamb, azért kell, hogy leszálljon a galamb, hogy a természetes dolgok mögé tudjál látni. Hogy ez a természet fölötti isteni személy, a Szent Szellem meg tudjon győzni tégedet, hogy itt valami másról van szó. Hogy ez egyáltalán nem természetes, amiben most vagy. Hogy ez egyáltalán semmi köze a természetes dolgokhoz, hanem itt valami természet fölötti történik. Hogy itt valami természet fölötti valósul meg. De ezt csak a galamb tud meggyőzni, mert különben mennek, zakatolnak az észérvek az emberbe. Te ez vagy, te az vagy, te úgy kerültél ide, ez az ismeretség, az az ismeretség, ilyen-olyan módon, és mindent ki lehet találni. De amikor jön a galamb, akkor rátszáll, és azt mondja, ahogy Péter, hogy látta Jézust. De honnan, érted, ő nem volt ott, amikor Mária szült, elmentek Egyiptomba. Ugye itt is sorra teljesedtek be nagyon sok profécia. És Péter ott, amikor megkezdte, kinek mondtok ti? És hirtelen Péter, puff, leesett, rászállt az galamb, a Szent Szellem, és leesett a tantusz. Hirtelen, hoppá, hát ez az Istennek a fia, akivel itt vagyunk. És azt mondja, hogy hát te vagy a Krisztus, Istennek a fia. Erre mondja neki, és jól mondtad. De ezt nem emberi ember jelentette kinek, nem emberi dolgok által jutottál ehhez a következtetéshez, hanem természet fölötti dolgok. Tudjátok, sokszor az embernek az életébe az segíti meg. Tudom, hogy azt tanítják az embereknek, azt mondják iskolákba, hogy legyél minél tanultabb, hogy át tudjál gondolni dolgokat, természetes szinten ki tudjad számítani, hogy mi hogyan működik. De nézd meg azt, hogy legtöbbször az ember életében intuitív módon, intuitív ismeret által a leglényegesebb kérdéseit intuitív módon kell, hogy megtegye. Mert ha nem intuitíven teszi meg, és rideg számításokból teszi meg, akkor vége, tehát nem hoz jó döntéseket. Például ilyen a társválasztás, hol lakjon az ember, hol dolgozzon, csomó minden, tehát ilyesmik az ember életében. És mindig az emberben van egy harc belül, hogy a természetes szem azt mondja, hogy ezt csináljam, de belül a szívem azt mondja, hogy ez a jó. És ilyenkor mindig a szívedre hallgassál. És az Istenre szavazzál. Tehát, hogy ilyenkor mindig az a belső, legbelülről való meggyőződés jön ki belőled, és azt szerint hozod a döntésedet. Sokszor ez a megtéréskor bontakozik ki, ez a legjobban, az újjászületésben. Olyankor hirtelen az van, hogy tudja az ember, meg akarok térni, úgy akarok születni. És hirtelen elkezd az elméje bombázni mindennel. Szektába kerülsz, ez az amaz, tudod, sorra jönnek a bombázások. De belül azt érzed, hogy de ez jó. Valami jó van itt, érted itt, és valami jó dolgokban részesülök. És valahogy úgy érzem, megtaláltam a helyemet.
De jön az ész, és akkor mit szólnak a rokonok, mit szól ez, mit szól az, mit szól amaz. És ez a küzdelem ütközik az ember. De mit mondott Pál apostol? Ha embereknek akarnék tetszeni, Isten szolgálja, nem lehetnék. Jó, döntsd el, vagy embereknek akarsz tetszeni. És akkor éled az életedet, Hawaii van, nyugalom van, békesség van, de akkor nem lehetsz Isten szolgája, és soha nem is leszel. Vagy pedig azt mondod, hogy nem érdekel, nem akarok embereknek tetszeni, én azt akarom csinálni, ami a belül, a lényegemben benne van, ami intuitíven bennem van, és kit érdekel? Tudjátok, a papagájt. Engedjétek el, hogy még egyszer elmondjam. Matróz és a papagáj, és egy hordó rum hajótörés szenvednek. És ez a három menekül meg. És ugye, hát a matróz elmegy körbenézni a szigeten, a lakatlan szigeten, és mondja a papagájnak, papagáj, nem ihatsz a rumból, mert egyenként fogom kitépni a tollaidat. Na, jön vissza a matróz, vagy a hajós kapitány, tehát papagájig be van rúgva. Jó van, még egyszer elmegy, mondja, de ha most tényleg kitépem egyenként a tolladat. Tudod, amíg józan az ember, tudod, amikor a papagáj is hirtelen fél, mi fog történni velem, mi lesz az egésszel. Ugye elmegy, hát nem tud ellenállni a kísértésnek, lehajtja ugye a rumot, berúgik, és akkor jön a matróz, és mondja, papagáj, most tudod, mi fog következni? Kit érdekel? így van ez, amíg józanok vagyunk, tudod? Jaj, mi lesz? Jaj, hogy lesz? Mit fognak hozzá szólni? De ha veszel Szent Szellemet, ha veszel új bort, kit érdekel? Nem vetted észre? Csak amíg józan vagy, addig érdekelnek a dolgok. De senkit nem arra bátorítottál, nem az alkoholizálásra bátorítottalak titeket, hanem a mennyei víznek, a mennyei bornak a vételére buzdítalak titeket. Utána nem fognak érdekelni a sárga csekkek sem, a semmi az égvilágon. Múlt héten akkorát nevettem, amikor mondtam itt nektek vasárnap, emlékeztek? Hogy vasárnap senki nem kap sárga csekket. Na én kaptam! Este hazaértünk is a tizenet után, ott volt kettő is! Miért? Hogy? Ja, ma is jött, jó van. Kit érdekel? Majd a holnap aggódik a holnap belőle. Nem szabad lestresszelned magadat. A stressz az öl. Ezért ne stresszelődj. Többet élsz élve, mint holtan. Jobb az élő ebb, mint a halott oroszlán. Na, tehát visszatérve, Jézus ugye mondta, hogy hát mondja Péter neki, hogy te vagy az Istennek a fia. Hirtelen ez a intuitívan meglátta, hogy kicsoda Jézus. És megvallotta, tehát elmondta. És figyeljetek, azt mondja Jézus, hogy mondta, hogy boldog vagy, Jónának fia. Ugye mondta azt, hogy boldog vagy. Látod, a boldogság az mi? Az nem a férjed, nem a feleségedtől leszel boldog, hanem a kijelentéstől. Az a legjobb, hogy egyszer csak intuitíven puff, leesik a tantusz. És attól így betölt egy boldogság. Hát ez az életnek az értelme. Nem a különböző dolgok, hogy ma van egy kacsalábon forgó palotád, vagy kocsid, vagy ilyenek.
ez az egész, én sajnálni tudlak téged, ha csak ilyen materialista dolgok tudnak boldoggá tenni, meg a férjedet is, vagy a feleségedet is, hogyha ilyen materialista dolgok tudnak boldoggá tenni tégedet, akkor nem fog győzni, nem fogja győzni pénzzel. Aztán boldogtalan lesz ő is. A legnagyobb boldogság, amikor kijelentést kapsz az Úrtól. Amikor érzed, hogy etet az Úr tégedet. Amikor kapsz, ugye, ahogy mondja Jézus, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével él az ember. És akkor hallgatja ezeket. Olyan, tudod, milyen az, amikor jó a szellemed, amikor jó állapotban van a szellemed? Hallgatod a Kenneth általi is ige hirdetést, és boldog, olyan, mint amikor egy jó étteremben vagy, és eszed a libamájakat. Eszed a különböző incsiklandozó ételeket, és érzed, hogy aztán itt egy gasztronómiai élményekben van részed. Na, így van itt szellemben is. Az embernek a bense, a szíve, az amikor jön az ige, táplálja, és még szeretnék, még legyen felszolgálva, ilyen mennyei ételek legyenek felszolgálva az embernek. Nem? És akkor, ugye ez a boldogság, boldog vagy, Simon. Jónának, csak a galambfiak tudnak boldogok lenni. A másik az, a kijelentés után, az a legnagyobb boldogság, amikor leszáll a Szent Szellem. Hát olyan nincs más. Hát az... Én nagyon sajnálni tudom azokat az embereket, akik kimaradnak ezekből az élményekből. Ebben az életben a második legjobb dolog Isten igéjének a hallgatása, vagyis a Kenneth által igehirdetés hallgatása után, a második, mert az szenvedés is tud lenni, hogyha nincs Kenneth az igehirdetésen. Az a legnagyobb szenvedés. De ha van Kenneth, azután a második, amikor leszáll a Szent Szellem. Hát az egy fantasztikus dolog. Az ember hirtelen az örökké valóságba kerül ki, tehát hogy a természetes szintről teljesen ki árad, ez a természet fölötti valami, és betölti az embert, és azt megelégít az ember, boldogság tölti el, és beteljesedik. Boldog vagy, galambfia. Még egyet mondok neked, ha már itt vagyunk ennél az igénél. Csak most így jut, tehát így belül. Először le kell, nézd meg, hogyha van, ugye azt mondja, boldog vagy Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ki neked. Figyelj, azt mondja, boldog vagy Galamnak a fia. Tehát először le kell, hogy szálljon a Szent Szellem, hogy utána kijelentések legyenek. Magyarán, ha nincs kijelentésed az Úrtól, ha nincs, nem, tehát úgy telik el életed, hogy olvasod a Bibliát, és nincs, most nem ilyen, tudod, ez a kisegyházi, hamis proféciás kijelentésekre gondolok. Tehát, hogy kinyitom a Bibliát, hol van, érted, mit csináljak? Ha! Menj és akaszd föl magad! Ha! Nagyon kell ezzel vigyázni. Ugye, mert Judásnak azt... Elment Judás és felakasztotta magát! Hogy mit? Ja, igen. Hú, ez biztos nem az Úrtól van, nézek valami mást. Menj és hasonlóképpen cselekedj. Tehát én nem az ilyen hókusz-pókuszokra gondolok, hanem tényleg. Tehát ami kijelentés van így is. Tehát a ige hirdetés által is, meg nyilván otthon is tud ilyen lenni, hogy nézd meg, hogy először a Szent Szellem rászáll az emberre, és utána jönnek kijelentések. És sokszor azért nincs kijelentésed, mert nincs Kenneth rajtad. Mert nem jön le a Kenneth az életedre. És ha engedd, hogy a Kenneth lejöjjön, utána azt veszed észre, hogy kinyílik a szíved, a szívednek a felfogó képessége, tehát azok a képessége a szívednek, amik érzékelik a természet fölötti dolgokat, ugye mert a kijelentés mit csinál? Letisztítja, neki is szüksége van. A szíved is tele van érzékelő szerv, tehát érzékelő szerv a szíved. Most nem az hús szívedre gondolok, hanem a szellemi szívedre.
az egy érzékelő szerv. És amíg materialista az ember, és nincs kapcsolata a Szent Szellemmel, vagy nagyon, hát hogy mondjam, ilyen vendégként csak hálni jár belé a lélek, addig tele van kosszal, ahogy ugye a világgal forgolódik az ember, munkahelyen van, itt ott, ott van, természetes dolgokkal foglalkozik, és belepi az érzékelő szervét, ezek tehát ilyen koszos. És le kell, hogy tisztuljon, ne ezt csinálja a Szent Szellem, amikor rátszáll. És ezt nem is veszed észre, hanem hopp, így letisztít. És utána pedig a kenet által, hogy kitisztította a szívednek ezeket az érzékelő képességeit, elkezdi érzékelni a természet fölöttit. És fel tudja fogni. Látod, hogy miért mondja azt, hogy boldog vagy Simon Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ki? Tehát, hogy először a Szent Szellem előtte rászállt a Péterre, és utána kapta meg ezt a kijelentést. Nem jó a kenetet venni? Nem akarsz intuitíven érzékelni dolgokat? Tehát úgy értem érzékelni, most nem ilyen okkult szempontból mondom, hanem hogy tisztán így érzékelni, hogy mi újság van a szellem, tehát a szellemvilágban. Jó. Ja igen, és hát utána jön a fő kijelentés ugye Jézusnak, amikor azt mondja, hogy az egyházon, ezen az egyházon, amit én építek, ezt tudod mit jelent? Hogy mit mond? A mai napig építi az egyházat Jézus. Nem fejezte be. Neki ez a fő feladata. Egyházépítő. Ő az első egyházépítő. Az első, és utána már maximum megbízásokat ad, hogy embereknek, hogy építsenek, segítsenek ebbe a munkába, hogy felépítsék az egyházat. De ő csak és egyedül, kizárólag ő az egyházépítő. És a mai napig azt mondja, mert az jelen időben van, ezen a kősziklán építem föl. Tehát a mai napig is az egyházat építi az Úr. És nem jó, hogy olyan egyháznak a tagja vagy, hogy folyamatosan épül? Reméljük ebbe az évbe költözünk. És egy új... és még nagyon sok ember van, aki el van hívva az Úrtól, hogy megtérjen, és újjászülessen. És Jézus Krisztus befogadja azért, meg legyenek bocsájtva a bűnei. És ugye most kedden, itt akkor meg is ragadnám a szót, hogy most kedden kérlek, hogy gyertek el, hogy elindul ez evangelizációs csoport felkészítése, és nagyon sok olyan dolgot fogtok hallani, tapasztalni, látni, és utána a gyakorlatban is megmutatni, hogy hogyan képvisel Jézus Krisztust az emberek előtt. Jó? Szerdán 6 órától várunk. Kedden 6 órától várunk titeket. Na, de visszatérve. Tehát Jézus Krisztus építi, és hol építi? Azt mondja, ezen a kősziklán. De milyen kősziklán? Érted? Mert ugye valamelyik felekezet azt mondja, hogy a Simon ezen a kősziklán, tehát Péter a kőszikla, és Péteren építi föl. De Jézus nem azt mondta, hogy Péteren. Ugye beszéltünk a múltkor arról, hogy az egyik nőnembe van, a másik himnembe van, az egyik kövecskét jelent, a másik kősziklát jelent, tehát ez a kettő, ez nem ugyanarra gondol Jézus, hanem a tudod, mire építi föl? A kijelentés kőszikláján. Magyarán neked kijelentés szerint kell élni az életedet. Érted? Nem azt, amit olvasol, és bemagolsz, és a természetes tudásoddal tudsz. Ne arra építsd az életedet, hanem kijelentésekre. Érted? Hogyha hallgatod, például ezért jó az ige hirdetés. Ezért van az egyházban ige hirdetés, hogy kijelentésekhez jussál, és csak és ezekre a kijelentésekre építsd az életedet. Tehát ne vegyél föl ilyen passzívan, ugye mert nekünk most már van Bibliánk, mi olvassuk minden nap a Bibliát. És mi magunk az eszünkkel tovább tudunk menni, mint a szívünket. Tehát az észismeretünk nagyobb, mint a szívismeretünk. Eközött mindig különbség van.
És te akkor fogod jól élni az életedet, hogyha nem az ész ismeretet szerint éled az életedet, mert akkor kárhoztatva fogod érezni magadat mindig. Mindig vádlás és kár, mert mindig tudni fogod, hogy mit nem szabad megcsinálnod. És mit nem kellett volna csinálnod. De a szíveddel, hogyha nem rendelkezel azzal a kijelentéssel, akkor hiába vádol téged az eszed, úgyse tudod megcsinálni, mivel az nem épült be valóságosan a személyiségedbe, az az igazság. És nézd meg, hogy János azt mondja a levelében, hogy ahogy az a kenet megtanított titeket, úgy járjatok az Úrban. Nem ahogy az eszed megtanított téged, úgy járjál az Úrban, hanem ahogy az a kenet tanít téged, úgy járjál az Úrban. Akkor leszel sikeres. Ez lehet, hogy lassabb, lehet, hogy lassabban megy, de sokkal jobb. Kihagyod a károsztatásokat, kihagyod a vádlásokat, kihagysz minden olyan dolgot az életedből, ami rombolná a gondolataidat és a képességet és minden más dolgodat. Tehát belül a személyiségedet rombolja. Nem szabad. Így is a magyar emberek így is károsztatva, vádolva vannak, így is nem tudnak a kicsinségükből, a kis rendűségből átok, ugye, ahogy énekeljük is a himnuszba, meg tudod, hogy ezen a ön, tehát, hogy ki vagy, nem vagyok én senki, nem vagyok jó, nem jó az egész, tudod, ez a kicsinyes élet, meg ez a rossz, hogy rossz az ember. Értitek? De hát így nem lehet szolgálni az Urat. És erre még rájön úgy az Isten ismeret, ami ész szerint van, és kész is. Csak a rosszat látja meg. Magába is, meg másokba is. Tehát vegyétek észre, hogy van jó. Lána újjászületett emberekben van jó. Ezek már nem rosszak, már nem teljesen rossz. Lehet, hogy van bennük egy kis rossz, de hát kiben nincs? Mészet, bennem nincs? Kérdezd meg a feleségemet. De mégse ezt hangsúlyozzuk, hogy mennyire rossz vagy, te is mennyire rossz vagy, én is mennyire, mindenki rossz, minden csak rossz. Menjünk, öljük meg egymást, vagyis önmagunkat. Zárkozunk be egy barlangba, úgy, mint régen, tudod, Maszadában, meg ilyenekbe, és akkor kollektív öngyilkosság. Ez hülyeség. Hát így van, ilyenek a szekták. És elég volt már ilyen hülyeségekből. Ideje az igazi egyházat megmutatni az embereknek. Elég volt a pseudo-keresztényekből, elég volt a névleges keresztényekből, elég volt az álkeresztényekből. Itt az ideje, emberek, hogy a világ igazi, valóságos, újjászületett keresztényekkel találkozzanak. Itt az ideje, hogy a világ az igazi egyházzal találkozzon. Istennek az erejével találkozzon, Istennek a valóságával tudjon találkozni. Aztán utána engem már nem érdekel, hogy amiatt akadnak ki emberek, hogy démonűzés van. Vagy leszáll Istennek az ereje. Hát én tehetek róla, hogy 2000 éve elidegenedtek az emberek ettől. És ugyan a legtöbb felekezetnek az Isten tiszteletén, ugye úgy mennek onnan el az emberek, mint a mi se történt volna. És nem veszik észre, hogy ez már kezdetettől fogva, az evangéliumoktól, az apostolok cselekedeteitől fogva, és utána is, amíg az egyház nem került bele a babiloni fogságába, római fogságba nem került az egyház, addig működtek az erők, működtek a jelek, működtek a gyógyulások, működtek a szabadulások, és senki nem volt elidegenedve ettől az egésztől. És most meg, ahogy megjelenik, jaj, ez ijesztő. Hát persze, hogy ijesztő. Hát az is ijesztő, hogyha valaki benyúl a 220-ba, és úgy rángatózik. Nem? Hogy? Ja, az még ártalmas is, ez meg nem. Na, tehát Jézus azt mondta, hogy az igazi egyházon a pokol kapui nem vesznek diadalt. Tehát az igazi egyház az támadja a pokolnak a kapuit. Ott mennek a démonűzések folyamatosan, 24 órába. Na azért annyi. Na, pihenni is kell. Gyógyulások mennek, szabadulások mennek, Isten erejével való találkozások. Nem vettétek észre, enélkül tudod milyen hát, a keresztény élet?
Én nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, engem mindig extázisba tud hozni, amikor Isten jelenléte leszáll. Hát az óriási dolog. Olyat nem tapasztalsz akkor, hogy csak az igét hallgatod. Olyat nem tapasztalsz, mint amikor a Szent Szellem leszáll. Nyilván annak is, de ha csak leszáll a Szent Szellem, de nincs ige, akkor meg bölcstelenek lesznek a keresztények. Tehát a kettőt egyensúlyba kell hozni, egyiket se kell elhagyni, a másikat se kell elhagyni, hanem folyamatosan erre szükségünk van. Mert különben, hogyha ez nincs, akkor ugye megy az ige, aztán menjetek haza. Éljetek, ahogy tudtok, de hát erő nélkül, csak tudásban, hogy tudok élni? Kell, hogy jön erő, hogy meg tudjam valósítani azt, ami elhangzott. Kell, hogy jöjjön erő ahhoz, hogy megéljem azt, ami elhangzott. Különben egy szakadék jön létre az ige és a gyakorlati élet között. Értitek? És az emberekben az alakul ki, hogy ja, hát erről van szó, jó, ez az optimális, ez a lecke, ez van föladva, hogy így éljünk, de hát mi hol vagyunk? Majd a vezetők fognak úgy élni. Mi egyszerű hívők, laikusok, hát próbáljuk ahogy kihozni az életet, ahogy tudjuk. De hát ez nem így van. Nekünk együtt kell haladnunk. Ahogy Ábrahámék is nem együtt haladtak. Ment elől a vezető utána, vagy elől a leggyengébbek mentek, hátul meg a vezető. Ugye, és már azt szerint tudtak csak menni. Olyan nincs, hogy te mész 5 kilométerrel előrébb van, a másik meg az a vége meg valahol hátul követ. Hát ilyen nincs. Együtt lehet csak csinálni. A kereszténységet, a gyülekezetet együtt lehet csak csinálni. Nem tudjuk külön csinálni. Egyébként ez is egy másik ismérve az egyháznak, az egység. De viszont az egység Kenet által tud létrejönni. Mert te is ki tudsz ide állni, mondjad az igét. De hát nem biztos, hogy egységesíteni tudod az embereket. Érted? Tehát, hogy ahhoz unióba, tehát egységbe kell vinni. Ezek ember kell hozzá. Tehát karizmatikus, vagy valamilyen felszent, tehát hogy bármilyen ember kell hozzá. És kell, hogy legyen egy ilyen képesség, áradjon ki, hogy nem szétdobálja az embereket, hanem egységesíti az embereket. És mindenkiben a Kenet kialakítja, hogy na, megyek utána. Hát Jézus után is így követték. Miért szerinted, hogy követték? Amikor Jézus mondta, ugye a Péternek mondta, Andrásnak, Jánoséknak, ugye, gyertek utánam! Nem ezt mondta? És valami volt benne, hogy azok az emberek fogták, és követték, és azt megyek utána. Az az ember után megyek. Ez Kenet nélkül, csak mindig rábeszélni kell. Gyere utánam. Na, gyere már utánam. Na, léci. Ha nem jössz utánam? A Kenet elintézi. Nem kell ide nagy. Ha van Kenet, úgyis meggyőzi a Kenet. Ha nincs Kenet, győzködhetek mindenkit. Úgyse fog működni. Ez is, tehát mert az egységet, ha mit olvasol? Az egységet ki csinálja? Hát Efézusi levélbe. Egy a szellem. Tehát az egység, és ugye mondja az egységnek a szellem hozza létre. Érted az egységet? Jó, menjünk, tehát ez az egyik, hogyha kivettétek belőle, tehát ez az egyik igazi ismérve az egyháznak, hogy és nézd meg, a Róma 8.9-ben a Krisztus szelleméről van szó, és nézd meg Róma 8. Kilenc. De ti nem vagytok testben, hanem szellemben, ha ugyanaz Isten szelleme lakik bennetek, akiben pedig nincs a Krisztus szelleme, az nem az övé. Tehát az egyháznak, az igazi egyháznak az ismérve az, hogy a fölkent szellemével kell, a Krisztus, a Messiás szellemével kell, hogy belegyél teljesedve. Érted? Mert ha nem, azt mondja, az nem az övé. De Krisztus teste az övé. És aki Krisztus, ugye, mert az ő teste az övé, tehát az egyház az ő teste. És aki a Krisztus testébe tartozik, az a Krisztus szellemével kell, hogy részesedjen, mert a Krisztus szelleme egységesíti a tagokat a testben. Itt azt mondja, hogy
Tehát, hogyha azt mondja, hogy ti nem vagytok testben, mit jelent ez? Tehát nem, nyilván nem azt jelenti, hogy testben vagyok, tehát itt húsvér testben élek. Tehát nem azt jelenti, hogy én nem vagyok így testben, hanem azt mondja, hogy ha meg a Krisztus szelleme benned van, akkor te már szellemi ember vagy. Érted? Te szellemi ember vagy akkor. Tehát te így tekints magadra. Tehát, hogy te nem testi vagy, hanem szellemi ember vagy, mert Isten szelleme lakik benned. És ez már jó, ez, értitek, ez látáskülönbség, hogy nem szabad magadat elfogadnod, aminek az ördög állít be téged, mert ha te elfogadod azt, hogy te testi ember vagy, akkor mindazt meg fogod tapasztalni, amit egy testi ember tapasztal meg. Én magamra nézve azt mondom, hogy én szellemi ember vagyok. Ja, hogy látok magamban olyan hibákat, ami azt mutatja, hogy testi vagyok? Igen, de ezek átmenetiek. És ha engem Isten szelleme győz meg arról, tudod, az sem mindegy, hogy kitől fogadod el az igazságot. Az ördögtől, vagy Istentől? Az ördög is el tudja neked mondani az igazságot, csak abban neked nem lesz köszönet abból. Amikor meg Isten mondja el neked az igazságot, akkor meg felépülsz. Akkor azon benned, hogy fú, de jó, én várt végre. Megvan, hogy mi az igazság. Én ebből megtérek, megváltozok, előrébb megy az életem. És tudod, sokszor a sátán is tud mondani igazságot, csak ő félre megy az igazság, amikor egy sátáni szellem, vagy érted, hogy démonok mondják az igazságot. Ezért Jézus nem fogadta el az igazságot a démonoktól. Emlékezzetek? Mondja, tudom, hogy ki vagy, te az Istennek a fia. Igazság volt ez? Igazság. Jézus mit mondott neki? Némulj el. Nem? Azért mondta, hogy némulj el, mert az ördög, tehát nézd meg az igazságot, hogy ki fordított Ádámnál és Évánál. Pedig az igazságot, ugye, hogy nem ehettek? Vagyis ott ugye azt mondja, hogy tehát igazság elemeket vitt bele a beszédébe. Megnyílik a szemetek. Megnyílt a szemük? Meg. Igaza volt. Megnyílt a szemük. Azt nem mondta, hogy meglátják, hogy mesztelenek. Ők azt mondta, hogy arra nyílik meg a szemetek, hogy olyanok lesznek, mint Isten. Tehát ne fogadj el az ördögtől igazságot. Akármilyen igaza van. Én sokszor, még ha igaza van, egy helyzetben vagyok benne, és valahogy kiderül, hogy valakinek igaza van, és tényleg rosszul csinálom, de hogyha az egy olyan szellem, ami nem az Úrtól van, én nem vagyok, neki nincs igaza. Mert nem azt teszi igazzá valamit, hogy az a fogalom az igaz, hanem a szellem, amiből. Hát emlékezzetek, amikor elmondta, legjobb példa az Edomita Doeg, aki elmondta Saulnak, hogy Dávid, fegyvert kért el a betűvel kezdődik a... Tudod, hogy? Akimélektől, adott neki enni Akimélek, és a többi. Igaz volt? Minden igaz volt? Igaz volt. És mit mondott Dávid a Zsoltárába? Hogy Isten büntesse meg az Edomita Doeget, mert hazudott. Nem? Ezt olvassuk. Mert Istennél nem az számít, hogy a fogalom maga igaz, hanem amiben benne van az a környezet, az az egész helyzet, amiben megjelennek azok a fogalmak, értitek? És ott abban a környezetben dől el, hogy igaz-e az, vagy nem. Tehát önmagától a fogalmak nem igazak. Értitek? Mert ha csak így nézitek az igazságot, gyenge lelkiismeretű emberek lesztek. Nem lesz erős a lelkiismereteteke. És vádolni és károsztatni fog a lelkiismeretetek titeket. És közben nem kéne, hogy károsztasson és vádoljon. Értitek? Hogyha meg nem, akkor meg fogjátok ezt tanulni a saját leckétekből, tehát példátokból. Tehát akiben nincs a Krisztus szelleme, az nem az övé. Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jó lett test, halott a bűn miatt, látod, és erre mondta azt, hogy ti nem vagytok testben, hogy szellemi emberek vagytok, mert azt mondta, hogy jó lehet a test, halott a bűn miatt. Tehát magyarán, ha Krisztus szelleme benned van, tudod, mi fog történni? A testedbe levő bűn, az el lesz erőtlenedve, a vágyak és a kívánságok már nem úgy fognak működni benned, mint testi ember,
hanem elhalnak benned a vágyak, a rossz, a romlott vágyak, kívánságok, és tudod, ezért fogod tudni legyőzni a bűnt. Nem azért, mert te fölveszed a terét, és na most te legyőzöd, és mindent megfeszítesz magadba. Én így még nem láttam embereket győzni. Én úgy láttam embereket győzni, hogy a Krisztus szellemét befogadták. Elkezdtek szellemi dolgokat hatásába kerülni, hatása alá kerülni. És az történt, hogy a testükben ezek a szellem, Istentől való szellemi dolgok megerőtlenítették bennük a kívánságokat és a vágyakat, és utána pedig játszva legyőzték azokat. Tehát a szellemben vagytok, a test, tehát a test halott a bűn miatt, figyelj, a szellemben, a szellem ellenben élet az igazságért. Mit mond ezzel? Hogy a szellemeden keresztül energizálódik az egész személyiséget, hogy meg tudjál igazolni. Erről szól. Tehát, hogy szellemi valóságban részesülsz, és a szellemi valóság által jutsz el az megigazulásra. Nem jó? És ezért, hogyha ott voltatok ma, ugye pont erről volt szó, hogy éhezni és szomjazni a megigazulást. Ez a lényege. Mert hogyha szellem él benned, és életet közvetít benned, akkor éhezni fogod azt, hogy megigazult ember legyél. Éhezni fogod azt, hogy megigazultság állapotában éld az életedet. Mert a szellem impulzálja neked, tehát hogy pulzálja neked az életet, az egész lényedbe. És ez azt fogja okozni, hogy igaz emberként akarsz élni a Földön. Nem jó? Nem jó így legyőzni a bűnt? Nem jó így legyőzni a kívánságokat? Aztán óriási, csak engedni kell. Sokszor ez Istennek a baja, hogy nincs engedve az ő szellemének a működése az emberben, hanem ideológiákkal, különböző beszédek által, ideológizálások által meg van akadályozva az isteni élet kiáradása a szellemből. És ennek ne legyetek az akadályozói, a Szent Szellemnek ne legyetek az akadályozói. Jó? Tehát ez az első ilyen ismér volt. Menjünk a másodikra. Abcsel 2:38. A második legfontosabb ismérve az igazi egyháznak. Péter pedig mondta nekik, térjetek meg, keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára, és veszitek a Szent Szellem ajándékát. Tehát a második jele ismérve az igazi egyháznak, hogy az emberek minden egyes tagja az egyháznak, aki jár az igazi egyházba, az mindenki megtért, befogadta Jézus Krisztust a szívébe, és újjászületett víztől és szellemtől. Nem? Tehát megtérés és újjászületés. Tehát ez egy fontos ismérvnek kell, hogy legyen. Mit jelent az, hogy megtérés? Miért kell egyáltalán megtérni? Nem? A megtérésre azért van szükség, Jézus azt mondta, és Keresztelő János is úgy kezdte, hogy térjetek meg, mert elközelgett az Isten országa. Máshol azt mondja, hogy mert betelt az idő. Tehát látszik, hogy a megtérésre azért van szükség, mert az idő miatt. Tehát az embernek tisztába kell lenni azzal, hogy a világkorszak jelenleg hol áll. Milyen időszakban van benne az ember, mert hogyha ezt nem tudod felfogni, átadod magad a természetes életnek. Tehát magyarán materializálódsz. Tehát természetes életet kezd. Az életviteled, az életmódodban materializmus lesz domináns. De Isten azt mondja, hogy figyelj ide, nézd meg az idők jeleit, nézed meg,
és fogd föl azt, hogy az utolsó időkben élünk. Veszedelmes idők ezek. Nem mindegy, hogy mit csinálsz. Nem mindegy, hogy hogyan éled az életedet. Nem mindegy, milyen az életviteled. Nem mindegy, milyen az életmódod. Mert korszakváltás idejében élünk. És nem szabad cinikussá válni. Hogy hát már ezt mondják már 20 éve, ezt mondják már 100 éve, és még mindig nem jött vissza Jézus. Még mindig nem úgy történnek a dolgok, ahogy kéne, hogy ami benne van a Bibliában. És erre azt mondja a Biblia, hogy a megtérés az azért fontos, mert ítélet jön erre a világra. Pál apostol azt hirdette athénieknek, hogy Isten parancsolja, hogy megtérjenek, azért, mert lesz egy idő, amikor mindenkit meg fog ítélni a cselekedetei, gondolatai és különböző dolgok mi által. Tehát, hogy ezeket figyelembe véve. És azt mondja erre, hogy meg kell térni. Ha nem térsz meg, akkor a korszakváltást kárként fogod megélni. Magát ezt a korszakváltást, ami zajlik most. Abonyba átnéztük a szülési fájdalmaknak a jeleit, amiről szó van a Máté 24-ben, hogy, és ugye a szülési fájdalmakat az jelzi, hogy egyrészt az intenzitása, hogy milyen nagyok, tehát a kicsiből indul el, és egyre nagyobb lesz, és egyre nagyobb fájdalmak vannak, ugye ezért vannak a szülésnél, amikor rákötik a terhes hölgyre, ugye, a... a pocakjára. Rákötik a fájdalom mérőt, a csillapítót. És tudod, ott jelzi, hogy mekkora, milyen intenzitású a fájás maga. És ugye megvan az, hogy milyen nagyságúnak kell lenni, mire szülni fog. És kicsiből indul, és egy nagyon nagy lesz. De figyeljetek, a másik része az pedig az, hogy milyen sűrűek. Tehát az egyik a nagysága, és a másik a sűrűsége. Hogy az elején nem olyan sűrű, hanem hosszabbak. De amikor eljön a szülés ideje, akkor egyre lerövidülnek, és szinte minden, nem tudom, másodpercben, de minden valahányadik másodpercben, vagy nem tudom, hogy megjelennek ezek. Tehát ilyen, és akkor már beáll a szülés. És Jézus azt mondta, hogy ilyen lesz. Tehát az utolsó időben, és azt mondja, hogy ezek a fájdalmak, ezek a dolgok, ezek olyanok, hogy tehát elmond ilyeneket, hogy például földrengések, éhségek, antiszemitizmus. Még mit néztünk? Mi volt még? Járvány, járványok, háborúk, akkor még mi? Tehát körülbelül, ugye a szeretet meghidegül, a törvénytelenség megsokasodik, ugye, hogy a mózesi törvények ellen cselekszenek az emberek. Nem ezt látjátok? És ugye itt megkérdezek olyan embereket, akik körülbelül 40 évtől följebb vagytok, vagy 40 évesek és följebb vagytok. Hát ezt láttátok 20 évvel ezelőtt? 30, 40, 50 évvel ezelőtt? Egyet maximum, ilyen elszórtan, és akkor is az egy nagy hír volt, hogy a világban történt ilyen. Hát most már ez, azt lehet mondani, mindennapos. Ausztrália, Haiti, hol volt? Brazília, ugye Sárlavina, hát itt is iszapkatasztrófa, éhségek, hát az ENSZ is kimutat, minden, nem tudom, hányadik gyerek éhezik. Második vagy harmadik gyerek éhezik. Harmadik gyerek. Azt nem mond, hogy ez már, tehát nem vagyunk benne a szülési fájdalmak. És pont azt néztük, mert azért húzódott el az idő, mert ugye elkezdtük azt nézni, tehát Abonyba, hogy ugye pont nagyon érdekes, hogy elvileg lehet, hogy a pecsétek feltörése már megtörtént. Gondoljátok el. Mert ugye azt mondja, hogy kimegy a fehér lovas, Jézus Krisztus, hogy győzön. Hát a pünkösdi karizmatikus mozgalom,
Hát azóta folyamatosan a kereszténység dinamikusan, az igazi kereszténység dinamikusan növekszik. Azt mondja, a háborúk, ugye ez egyik lovas a háborúság. Hát a 20. század az a háborúság százada. Hát ez a világi tudósok, történelemtudósok mondják. Éhezés, ugye a másik, a harmadik lovas, az az éhezés. Folyam, nem látod, hogy tisztán éheznek az emberek. A világnak a nagy része éhezik emberek. Vegyétek észre. A negyedik lovas, halál, betegségek, háborúk által pokol és a halál követi. Én nem azt mondom, hogy én azt mondom, hogy lehet, hogy elindult a pecsétek fölnyitása. De ha ez így van, és nézd meg, hogy te hogy éled most az életedet, vagy hogy éljük, én is, magam is beszámítom, hogy éljük az életünket. Mert mi van, ha megszól a trombita, az első? És mi van, ha az elragadtatás megtörténik? És hol leszünk? Mert utána viszont kőkemény katasztrófák. Ez most, amit most lát ez a világ, ez semmi ahhoz képest, ami lesz. A Biblia beszél üstökös becsapódás, vagy meteor becsapódásról, vagy bizonyos földdarab becsapódásról, vagy nem földdarab, hanem kozmikus anyag becsapódásáról. Azt mondja, az embereknek a egyharmada, számolt ki, 2,-valahány milliárd ember. Tehát a kataklizma az még hátra van, emberek. És nézzétek, vegyétek észre az idők jeleit, ezt mondta Jézus. Hogy legyünk bölcsek, ne csak a meteorológiát nézzük, hogy mi jön a következő hétben, mínuszok jönnek, vagy nem. Hanem azt mondja, hogy vegyük észre, hogy a szülési fájdalmaknak a jeleit, és utána ahhoz képest térjünk meg, és változtassuk meg az életünket. Mert nehogy azt gondold, hogy ahogy a világ élte, apád, nagyapádtól láttad, vagy a rokonoktól, családtagoktól láttad, hogyan élték az életüket, ne gondold azt, hogy te ugyanígy fogod élni. Ők lehet, hogy le tudtak úgy élni egy szakmával egy egész életet, vagy be volt biztosítva a nyugdíjuk nekik, és egy valamilyen szinten kényelmes életet éltek. Ez más világ van. A világ megváltozott. Ez már egy másik világ. Ez a világ már nem ugyanaz, mint a 70-es években, 80-as években, 90-es években. Ez már egy teljesen más világ. Itt már nem mindegy, hogy mit csinálsz. Itt már nem mindegy, hogy milyen életvitelt élsz. És, és ezért mondta Jézus, amikor keresztelő János is meg, az idő miatt térjetek meg. Az idők miatt. És ha akkor az utolsó idők voltak, 2000 évvel ezelőtt, amikor azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy az utolsó időkben elküldte Isten, szólt hozzánk az ő fia által, akkor most mi van, emberek? Ha akkor az utolsó idők voltak. És azt hiszed, hogy ugyanúgy tudod élni az életedet, mint ahogy 5 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt? Ugyanúgy tudod élni a keresztény életedet? A sötétség rátelepszik erre a világra. És a szüzek mennek várni a vőlegényt. De 5 közülük bolond, 5 közülük okos. Az egyik vitt szövét neked, olajat. A másik pedig és nem vitt magával. Csak egy kis olaj. Elég, csak kis kenet elég. Nem kell sok. Minek az? Elég, ha van ige. Ugye, mert azt mondja Jézus, vagyis a Zsoltár az azt mondja, hogy a te igéd lámpás utamon. Tehát a lámpás az megvan mindenkinél, ott van az ige, az összes szűznél. De a bölcsek attól voltak bölcsek, hogy olaj is volt a lámpában, az igében. Kenet is volt. Hát tudod, kinek hiányzik az, hogy jön a vőlegény, és te ki vagy? Hát tudod, Uram, hát megtértem ekkor és ekkor, jártam gyülekezetbe ide és ide, volt vízkerességem is. De nem ismerlek téged, miről beszélsz? Nagyon sok ember lesz, akinek ezt mondja. A fele egyház tagoknak ezt fogja mondani. Emberek, vegyétek észre. Ez nem papagájként mondjuk azt, hogy meg kell térni.
valóságosan meg kell térni. Ennek tétje van. Ez a korszakváltásnak ez a tétje, hogy megtérünk-e vagy nem, megváltozunk vagy nem, hajlandóak vagyunk-e másképp élni, és hozzáigazítani az Isten igéjéhez az életünket, az életmódunkat, a mindenféle dolgunkat hozzáigazítani a legfőbb mértékhez, vagy el vagyunk a piti életünkkel, és az életünknek a problémájával, hogy nekünk ez a legnagyobb. Hidd el, ha jön az apokalipszis, neked nem az lesz a legnagyobb problémád, ami most. Akkor könyörögnél, ha csak annyi problémád lenne, mint ami volt akkor. De akkor már késő, akkor már nem lesz az. És ezért józanok legyetek, mert a ti ellenségetek, az ördög, ordító oroszlánként jár, keresi, hogy kit nyeljen el. És ezért hozd rendbe, amíg van időd, ember, hozd rendbe az életedet az Úrral. Amíg van időd, rendezd el a dolgaidat, mert utána lehet, hogy nincs rá időd. Lehet, hogy utána nem fog idő biztosítani neked. Nem lesz biztosítva idő neked. Jó? Ne cinikusan álljál hozzá. Legyen benned Isten félelem. Féld az Urat, mert akkor eltávozol a gonosztól. Féld az Urat, és akkor a bűn távol lesz tőled. És nem fogsz Isten ítéletével találkozni, hogyha féled az Urat. Jó, tehát nem véletlenül mondta Péter apostol, hogy térjetek meg, keresztelkedjetek meg. Ez Isten üzenete. Ezt mondta Pál apostol is, ezt mondta Péter apostol is. Meg kell térni. Újjá kell születni. A bűnöket el kell rendezni. És mi a lényege? Nézd meg, hogy hogyan épül föl ez a mondat a Péternek, amit elhangzott. Nézd meg, hogy onnan kezdődik, hogy első a megtérés. Megkeresztelkedés, tehát hogy soron következve befogadni Jézus Krisztust, utána a keresztségekben részt venni, víztől, Szent Szellemtől újjászületni, tehát megtérés, újjászületés, Jézus Krisztus befogadása, utána vízkeresség, Szent Szellem keresség, vagy közbe, vagy együtt, vagy külön-külön, vagy mind a három variációba. De az a lényeg, hogy megtörténjen, és nézzük, mi lesz a következmény, amit akar Isten elvégezni az életedbe. A bűneidre bocsánatot tudjál kapni. A bűneid bocsánatába részesüljél. És ha ez megtörténik, még itt sem áll meg az egész, hanem nézd meg, hogy a fő célja Istennek az, hogy venni tudjad a Szent Szellemet. Hogy képes legyél venni a Szent Szellem ajándékát, emberek. Ezt mondta Péter apostol, amikor megkérdezték, most mit csináljunk? Hát ha végül is belegondolsz, azt mondta Péter, a lényeg az, hogy venni kell Szent Szellemet. Ahhoz, hogy oda eljussál, ahhoz meg kell, hogy legyen bocsátva a bűneid. Ahhoz, hogy ez eljussál, ahhoz meg kell térni, és újjá kell születni víztől és Szent Szellemtől. De a lényeg az, hogy Isten azt akar, hogy vegyed a Szent Szellem ajándékát. Mert azt mondja, nektek lett az ígéret, a ti gyermekeiteknek és mindazoknak, akik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. De milyen ígéret? Hát a Szent Szellemnek az ígérete. Mert a Szent Szellem ott van utitársadnak, el tudsz jutni a mennybe. Ha nincs ott az olaj a lámpásodba, akkor egy ideig ég, aztán pislákol, aztán egy kicsit pislákol, aztán egyszer csak vége. És az a legdurvább, hogy a legnagyobb sötétségben, hogyha kialszik. Na az még hagyján, hogyha világosság van. De amikor a legnagyobb sötétségben alszik ki, hát az a legrosszabb. Jó, tehát Jézus is ezt mondta, tehát példázta a szűzeknél, hogy a Szent Szellem ajándéka kell, hogy benne legyen az életedben, mert az olaj, tehát az ígérettel részkel, tehát az igazi egyháznak az ismérve, az, hogy megtérnek az emberek, befogadják Jézust, vízkerességük lesz, Szent Szellem kerességük. A vízkerességről csak annyit hadd mondjak, hogy ez nem csecsemőkori vízkerességről van szó, tehát a félreértések elkerülése véget, hanem felnőttkori
hitáltali vízkeresztség. Ugye Jézus azt mondta, hogy higgyetek és keresztelkedjetek meg. Tehát először a hitet mondta, utána a vízkerességet, tehát utána a keresztséget mondta. Tehát ez azt jelenti, hogy először hiszünk, utána megkeresztelkedünk. Hányan vagytok itt, akik a születésetek után megkereszteltek titeket? Hú. És mondjátok meg, hogyha most így utólag volt hatása, kikerültétek a bűnöket? Megtapasztaltátok az újjászületés áldásait? És hányan vagytok, akik újjászülettetek víztől, miután hit jött be az életetekbe, és úgy vízkeresség? És hányatok tapasztaltátok azt meg, hogy utána az újjászületés, a vízkeresség után megtapasztaltátok az újjászületés áldásait, és a bűnöktől való eltávozást? Látjátok, hogy mi a különbség a kettő között? Hogy a tradicionális, a megszokás, tehát ami nem Isten igéjén áll, ő azt mondja, hogy csináljunk egyháztagokat az emberekből. Minél többen legyünk, és természetes születés által csináljunk egyháztagokat az emberekből. Még fiatal, gyerekkorukban, csecsemőkorukban kereszteljük meg őket. Az a lényeg, hogy egyháztagok legyenek. És mit tapasztalnak az emberek? Hogy vallásosan követnek el bűnöket. Értitek? De közben, hogyha hitelőzi meg a vízkerességet, akkor tényleg megvalósul az életedben az Isten, a vízkerességnek a tartalmi célja. Értitek? Tehát megvalósul. Tényleg, amiért van a vízkeresség, az valósul meg az életedben. És ez nem lehet, hiába van keresztülő, aki a hitét, ugye azért vannak keresztülők, én úgy tudom, hogy ő gyakorolja a hitét a csecsemő helyett. Hát akkor nagyon gyengusz hitük volt. Elnézést, hogy ezt kell mondanom. Mert nem ezt mutatja a gyakorlat, hogy olyan erős lett volna a hitük akkor. Akkor meg azért nem jó az egész rendszer. Jó? Kérlek, hogy álljatok föl, és imádkozzunk, és utána, aki szeretné, akkor imádkozok érte. Mondjátok utána, hogy mennyei Atyám, Jézus Krisztus nevében jövök hozzád. Uram, én bűnös ember vagyok. Én sokszor elrontottam az életemet. Sokszor a romlott vágyaim, kívánságaim szerint döntöttem, és nem a Te igédnek a figyelembe vételével. Uram, adj kegyelmet, add az Isten félelem szellemét az életembe, hogy megváltozzak. Uram, én meg akarok változni, de önmagamban nem találom meg az erőt ehhez. Ezért kérlek, add nekem a Te szentséged szellemét, hogy kutat hozzon létre, hogy vízzel töltse be a kutamat, hogy életerőt meríthessek. És kérlek Tégedet, add meg, hogy elhaljanak bennem a bűnös vágyaim, kívánságaim, hogy le tudjam győzni a bűnöket. Uram, én oda szánom magamat, testemet, lelkemet, szellememet, szívemet a Te követésedre. Uram, kérlek, add meg, hogy elkerüljem a korszakváltásnak a veszélyeit, hogy én ne az ítéletet tapasztaljam meg, és a korszakváltásnak ne a vesztese legyek, hanem a győztese. Ezért én most elszakítom magamat e világnak a romlottságától, elszakítom magamat a sátántól,
Sátán hazugságaitól. Elszakítom magamat bűnös életmódomtól, életvitelemtől. És Uram, én az én életemet és a sorsomat a Te igédhez igazítom mostantól. Kérlek, áld meg ezt a döntésemet, adj kenetet, szellemet, életet, hogy ez a döntésem megvalósuljon. Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Halleluja.